Bot Miklós, kétszeres fonogramdíjas, budai díjas zeneszerző, előadó művész, a Napra Együttes énekese, gitárosa. A rendhagyó prímás találkozó állandó szólistája, a magyar népzene Jimi Hendrixe, gitárprímás, a Bot Miklós Folksite projekt alapítója. Belföldön és külföldön számos workshop fűződik nevéhez. Európa szerte zenei műhelyek vezetésével kereste a bizonyítékot kultúrák, hagyományok és művészetek egybecsengésére. Kilenc lemezzel a háta mögött, a magyar népzene hagyományait átértelmezve a rock, a klasszikus és a világzene invencióit ötvözi egyedi, különleges stílusában. A koncertezés mellett állandóan kutat, keres, gyökereket, hasonlóságokat, kulturális egymásra találásokat, hol Erdélyben, hol Kínában, hol pedig itthon tehetségeket. Cél az egy zenekarnak volt a megszervezése. Nem arról van szó, hogy egy-egy énekeseket keresnek az emberek, hanem egy teljes zenekart akartunk összerakni. Hát szevasz! Hogy hívnak? Nagyon színes is lesz a kép, így a végeredménnyel kapcsolatban. Lesz benne cimbalmos, lesz benne tamburás, lesz benne dobos, lesz benne basszusgitáros, lesz benne billentyűs, lesz benne énekeslány, énekesfiú. És ráadásul ezek a fiatalok teljesen más zenékből is jöttek majd részt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy igazán színes lesz a paletta. Itt alapvetően egy projektről van szó, ami azt nyújtja, mint mondjuk egy iskolai Erasmus, amikor az emberek elutaznak pár hónapra, és akkor ott vannak egy külföldi országban. Ez nem azt jelenti, hogy ott fognak élni örökre, meg itt olyan, hanem egész egyszerűen látják, és ez kinyitja őket, és aztán egy csomó értelemben befolyásolhatja a pozitív irányba is az életüket. Hello, sziasztok, Olád, itt vagyok. Ő volt az első nap első embere. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Arra emlékszem, hogy bementünk hát a munkahelyüknél vettük föl, ott szakított ránk egy olyan 5 perc időt, és meglepő volt nagyon, hogy ott a munkahelyén gyakorlatilag bent hátul az öltözőjükben ott elkezdett énekelni. Na, ez nagyon jó volt. Okay. Jó, esetleg, hogyha még valamit tudnál. Tudsz esetleg magyar dalokat? Azt éreztem, amikor egy-egy följebb megy ilyen felsőbb lágékba, akkor ilyen nagyon szépen kinyílik a hangja. Ne nézz többé a múltam. Úgyhogy egész egyszerűen azt csináltam, hogy elkezdtünk énekelni egy közös dalt, és kértem, hogy menjen följebb és följebb. És ahogy ment följebb és följebb, egyre szebb tónusa lett a hangjának. Na, hát figyelj! Menjünk még följebb, magasabb, neked ez lehet, hogy zuklóban is a... Neked az magas. A szerencse jön is, megy is, megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél. Képzett hang volt. És aztán utána én pont emiatt is gondoltam azt, hogy nem ő a mi emberünk. Mert egész egyszerűen egy nagyon képzett, nagyon is kész valaki volt, és én abban a projektben olyan fiatalokat akartam, aki egy kicsit még ilyen kialakulatlan. Ez indította el ezt az egész folyamatot, mint első ember, és ez mindenféleképpen meghatározta utána a projektnek a hangulatát, mert amikor jöttünk kifele, akkor pont erről beszélgettünk a többiekkel, hogy azért, hogyha ilyen emberekkel találkozol, akkor eléggé szerencsésen fog alakulni. Ki a Barker? Dénes! Nem. Mi a Magyar TV-től vagyunk, és cigány primátokkal és roma zenészekkel készítünk egy nagyon műsor.
és mondták, hogy magát mindenképp keressük meg. De most az a problémám, hogy mennem kell. Ja. Nekem az volt az elképzelésem erről a dologról, hogy ha ezt a dolgot én meg akarom csinálni, az nekem az egyik alap föltételem, hogy mi menjünk végig az országon Csóri Sanyi barátommal, és magunk keressük meg ezek az embereket. Tessenek jönni. Köszönjük szépen! Szevasz kutya, te nem harapsz, ugye? Ugye? Jó van. Errefele jövünk, jó van. Uraim, akkor fáradjunk befele. Jó volt. Szervusz. Bencsi mondta, hogy mindenképpen jöjjünk el hozzád, meg elmegyünk hozzá is. És az lenne a kérdésünk, hogy egy 5 percet játszanátok-e nekünk, egy egész picit. Persze. Most az erősítőt a szétszer. Ja. Társulatlan. Ja, igen. A portum, minden tűn. Persze, néha az kell, persze. Zenei felvételnél, amikor az ember elmegy házhoz, és nem arról van szó, hogy ez egy megszervezett stúdió felvétel, hanem egyszer csak betoppansz valóban, és megkérhet, hogy zenéjenek. De ez nekem mindig a csodálatos, hogy bemegyünk egy helyre, és most ismerkedünk meg egy perccel, most mondjuk neked, hogy játsz valamit, leülsz, és CD minőségben szól. Akármennyire az van, hogy persze rákészültök, de lehet ebből hallani. Tehát te is tudod, jó, hogy hallasz egy zenész, az első hangnál már tudod, hogy milyen. Nem? Tehát te is azon hallasz egy énekes, rögtön érzitek ezt. Ezt gondoljuk el, hogy érezzük magunkat otthon, és hogy érezzük magunkat egy olyan helyszínen, amit nem ismerünk. El foglak feledni, hát mást fogok szeretni, sok gyötrelmes éjjelen át. De most kézzük el azt, hogy mondjuk zenélni kell. És egy ilyen szituációt persze bonyolít, hogyha mondjuk beállít négy idegen, és kiraknak mikrofonokat, nem tudom én. De ettől függetlenül, hogyha ügyes vagy, és igazán tudod segíteni azt az adott illetőt, akkor olyan felvételeket lehet csinálni, ami más, mint ezek a stúdióanyagok. Az útunk során nagyon sok mindent láttunk, és mindenféleképpen bebizonyosodott az út végén, hogy szinte semmit nem tudunk az országunkról. Jó napot kívánunk! Üdvözlöm! Szervusz! Zenészeket keresünk! Nincs itthon. Nagyon sokszor nem találtuk otthon azt, akihez mentünk. És mikor jön ő vissza? Későn? Hát négy után. Négy után. Uh-huh. Igen, szervusz Robert, Bot Miklós vagyok. Itt vagyunk Salgótarján környékén egy tehetségkutatóra. Keresünk fiatalokat, és ajánlottak téged is, mint énekest. Hogy nagyon zavarnánk, hogyha mondjuk, hogyha dolgozás közben, vagy munka közben. Nem örülnek. Színje, bútorgyárva azért nehéz, igen. És gondoltunk, hogy téged is belevennénk ebbe a dologba, ha volna el kedved ehhez. Tehát nem tudsz kijönni ott a munkahelyedről, igaz? Persze. Jó. Teljesen érthető. És hol lakik? Merrefele? Most jelenleg azt hiszem Baggyason, de nem vagyok benne biztos. Köszönjük szépen a segítséget, kezdjük sokkal, minden jót. Viszlát. Aztán egyszer csak értelmet nyert a délutánunk. Az igazán izgalmas volt, hogy Pécs utcáin pont egy ilyen roma iskolába mentünk, és láttunk az utcán egy srácot gitárral ott állni. Akkor mondtuk neki, hogy ne haragudj, hogy most így kipattanunk egy autóból ilyen kamerákkal mindennel, de játsz már nekünk valamit. És így teljesen véletlenül az Attilával találkoztunk az utcán, aki itt tanul a Gandhi Művészeti Iskolában. Itt elég sok roma fiatal van, ugye itt a Gandhiban? Hát igen. Igen, sok tehetséges fiatal, igaz? Hát tehetségesek is, elég sokan. A lányok ügyesen táncolnak, fiúk zenélnek. Emellett színjátszókörünk is van, tényleg, külső színjátszókörünk. Én jó magam mondjuk kisfilmben is voltam bent, Király Márk kisfilmében, a Szeretett Nepper című filmben. YouTube-on fönn van, meg lehet nézni. Egyre szó de síján, de szó de na, szászas karjét iránya, egy szászas karjét éjjékányi, ott ész a széja mári. Elkezdett játszani, marha jó volt, és akkor utána mondja, hogy de várjál, van itt egy gitáros, ott jön szembe az utcán, és egy fülhallgatóval így jött egy srác, ment, és akkor mondta, hogy na, ez nagyon jó. Na, közben itt Ricsi csatlakozott hozzánk.
Jó. Oké. Na, akkor srácok, még egyet közösen játszatok nekünk, és akkor mehet is. Egy ne póz ellen, de lápai, koti szimuri gázsi. Például egy zenét meghallgatok, és ami tetszik nekem belőle, azt így megtanulom, más zenékbe is belerakom. Így hallásra. És akkor ő volt Ricsi, megkértük Ricsit, hogy akkor üljön le, és akkor játszon. Egész jó volt. Így fel is oldottam közben. És ez a srác elkezdett énekelni, és Ricsi pedig játszani. Na hát ez egészen különleges élmény volt. Az elsőnél sima, aztán a másik már lemész harmadik fokra. És aztán meg negyedik, hogy ezt ő mondta, én ezt nem ismertem ezt a zenét. Nincs én nékem semmi bajom, félrevágom a kalapom, azt úgy nézek az égre. Nem törődöm a babám, azt törődjön most ő magával, nem hallok meg értem. De ha mégis azt hiszi, hogy én ő miatta iszogatok, a szívemet tepeszti a bánat, a bánat. Hát csak azért is iszogatok, hadd mondják, hogy korhely vagyok, kaphatok még százat. Majd meglátjuk, milyen lesz, ezt nagyon nehéz előre megmondani, de egyértelműen egy olyan anyagot akartam, ahol mondjuk ezek a fiatalok is otthonosan érzik magukat, viszont ettől függetlenül tovább mutat nekik, egy olyan irányba viszi el őket, amelyeken még mondjuk nem gondolkodtak, de érdemes erre megismerniük. És akkor eldöntöttük, hogy ő lesz a zenekarnak a gitárosa. Az annyira szabad volt, az egy annyira egy improvizatív. Maga a hozzáállásunk, ahogyan meg akarjuk ezeket az embereket találni, ez olyan szintű, olyan mennyiségű, ilyen bizonytalan tényező volt ebben, hogy kifejezetten úgy akartuk ezt az egészet csinálni, hogy majd ha találunk, tehát itt az egyéniségek voltak a lényeg, hogy találunk egy olyan zenei egyéniséget, amelyik ne azt mondjuk, hogy na ez az, akkor bármilyen hangszeren is játszik, azt mi bevesszük. Mert utána már csak a hangszerelés kérdése, hogy azt hogyan oldod meg. Egyedül azért nagyon nehéz lett volna véghez vinni, azért nekem nagyon a segítséget nyújtott a Csúri Sanyi. Régóta járjuk így gyakorlatilag a falvakat, és nekünk van egy ilyen közösen kialakult ilyen metódus, ahogyan mi ezt általában kommunikáljuk. Amiért mi ide jöttünk, azt mondták nekünk, hogy az általános iskolában a portás, a pap Zoli például nagyon jól énekel. Régóta vagyunk barátok, és nagyon sokat beszélgetünk a zenéről, meg tudjuk azt, hogy mi várunk egy ilyen felvételtől. Ebből adódóan egyszerre több dologra tudunk figyelni, hogyha mind a ketten ott vagyunk. És hát igen, a Sanyinak a mosolya az általában mindenhol kinyitja a kapukat. És kérdezik egy kicsit játszani nekünk? Természetesen. Alapvetően hasonló véleményen vagyunk, szóval van egy közös lelkületünk nekünk ebben a dologban, de nyilvánvalóan különböző emberek vagyunk, tehát hogy van egy csomó dolog, amiben eltérőek a véleményeink, de az egyértelmű mindig, hogyha jót hallunk, akkor azt azonnal tudjuk, hogy ez jó, és akkor elkezdünk összedolgozni, amikor megtörténik ez a pillanat. Tehát valaki elkezd játszani, vagy elkezd énekelni, és halljuk, hogy ez jó, akkor már azonnal mind a ketten nyilván tudjuk, és már elkezdünk ezen dolgozni, hogy ezt hogyan lehet még kihozni abból az adott szituációból. Cipőben meg ő is, hogy saját zenéket próbálunk csinálni, ötvözni a dolgokat, ő meg a Napra együttesnek a vezetője. Minden esetben ezt kijelöltük, hogy ne tartson tovább ez az együttjáték 10 percnél. És azért akartuk ezt így, mert egyrésztről azt akartuk, hogy minél több emberrel találkozunk, tehát nem akartuk elhúzni ezeket a beszélgetéseket, másfelől azért
azért is, mert úgy voltunk fel, hogy ebből a 10 percben nekünk meg kell történni annak, amit keresünk. Legyen ott az ének hang, mert az ott volt már egyszer, úgyhogy most már ezt nem úszod meg. Nagyon sokféle dolgot le kellett vennünk. Egyrésztről van egy első megnyilvánulás, amikor elkezd játszani a kisugárzása, a manuális tudása. Viszont olyanok nem derülnek ki, amikor egyedül játszik, hogy még zenekarban hogyan tud játszani, szokott el, nem tudom én. És ezért úgy általában többször az volt, hogy együtt zenéltem velük. Hát ott nem tudtunk máshova leülni, azért ültünk a csomagtartóra. Nyilván nem gondoltuk volna, hogy ez egy marha jó kép lesz, hogy ott egy kinyitott Fordnak a hátulján ülünk és zenélünk, de hát most akkor az volt a lehetőség. Információs társadalomban élünk, és azt gondoljuk, hogy mindenről van. Információ, van egy ilyen információ bőség bennünk, amiről, és azt gondoljuk, hogy tényleg úgy körülbelül képbe vagyunk a világgal kapcsolatban. Közben igazából, ha az ember lemegy különböző helyszínekre, akkor rájön, egyáltalán nem tudunk egymásról semmit. Jól éreztem magam, így új emberekkel, úgy más zenészekkel így együtt zenélni, azt mindig nagyon szeretem. Pontosan ugyanilyen volt Stevie. Állított eszembe, hogy egy cigány dalt is írtam erre. Mehet is. Nagyon jó, nagyon jó. Azt is. Nagyon jó. 13 éves koromban tudtam hallgatni blues, rock and roll zenéket, aztán szereztem magamnak egy olcsó kis akusztikus gitárt, és akkor így magamban, így ahogy hallgattam a zenéket magnón, tévén, rádión, és akkor így hallásról megtanulgattam. Hihetetlen az, hogy blues zenét ilyen minőségben játszom valaki. Ez fogott meg, ebbe tudom teljesen kielni magam. Pont ez a blues zene az, amit nagyon nehéz tanulni. Hát ez olyan, hogy vagy van hozzá hívásod, vagy nincsen. Ő így az unoka öcsém, és akkor nagyon-nagyon tetszett neki azt, amit én csinálok, és így magába eldöntötte azt, hogy ő is blues-t játszik. És én először nem akartam elhinni, hogy Magyarországon vagyok, nem pedig valamilyen Mississippi környéken valahol ülök egy kunyhóban. Itt azért arról van szó, hogy egy zenekart akarunk összerakni, egy közösséget. És nem csak arról szól, hogy nagyon jó zenészek vannak benne, és nagyon nagy egyéniségek, stb., hanem az, hogy érezzük azt, hogy mindenki együtt tud működni a másikkal. Stevie-nél ebben nem voltam biztos, és abban sem voltam biztos, hogy ő ezt egyébként akarja. Ne féljetek, hát mitől? Énekeljétek el a kis karácsony. Kis karácsony, nagy karácsony. És nem megy. Itt a lehetőség. Na egyet. Nem vagy énekes. Ne szégyenlősködjetek, hát így miért. Na melyiket? Na, hát akkor viszont mi tovább állunk, ugye senki nem énekel. Köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Minden jó, sziasztok, sziasztok. Ide jövünk közbe Ateszhoz, aki itt dolgozik a Római Önkormányzatnál. Szevasz! Szia, Mihálovics Attila! Szervusz, szervusz! Szia! Csorsi. Na és a helyzet az, hogy Atesz inkább modernebb zenébe utazik. Mostanában egyre többet látlak, szomorúnak látom az arcodat. Így kellett lennie, nem tartozom senkinek már. Végeztem veled. Mondjuk a YouTube-on ilyen 300 ezeres nézettség, az már azért az jó. Hát nem egy rossz dolog, igen. Igen. És itt alapvetően a zeneidet, amiket csinálsz, azokat magad csinálod, igaz? Tehát, hogy maga találod ki a zenei részét is, és a szövegeket is, mert ugye rappelsz is mellette. Mert
Én vagyok az, aki megmutat valamit te neked a hip-hopot, és akkor az underground-zenészek körébe gyerekek mindig kikaptok. Mi van, ha nem vágod, amit mondtam? Mi van, ha netán valami gond van? Mert a gond van, hogy csak magad lerendezem, még kilogatom a fejed az emeletem, mert a veredegesítenek a politikusok, akkor már levezetem, még kisebb a kritikusokon. Egy-két áll, hát ne nézz rám, mert hamarabb bepipulok. De nem mindenki tudja utána csinálni, amit én próbálkoz. Csak a gyere, még mutatom az ütemet neked egy-két, kielégítem a barátnőm kedvét. Az, amihez ő ért, az ebben a zenekarban nehéz kamatoztatni, és ezért gondoltam úgy, hogy őt nem hívom meg. Megállunk. Köszönjük szépen. Szia, Bot Miklós. Macsinka Martina. Kicsit korán van az énekléshez, igaz? Ahhoz igen. Te mióta énekelsz? Körülbelül egy olyan 6 éve. Ja, 6 éve. 6 éve. És akkor itt elkezdtem énekelgetni, itt Egerbe a Farkas Ferenc zeneiskolába. És utána felvételiztem Debrecenbe a Kodály konzervatóriumba. Most elvégeztem, és felvettek a zeneművészeti főiskolára. Kiváló. Debrecenbe. És népdalokkal hogy állsz? Azokat szereted, vagy szoktál énekelni, vagy csak kifejezetten komoly zenét? Hát mindenfélét énekelek egyébként. A népdalok kicsit távol állnak tőle, inkább a magyar nóta az. Inkább a magyar nóta, amit inkább. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág. Ha zeng a zene szó, látom ragyogó szép orcát. Táltos paripánkon tovaszállunk, hazahív fűfalom sirág. Úgy híj a hegedű, vár egy gyönyörű, szép ország. Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy virág. Salgótarján környékén kérdezgettük ott a romákat, hogy na, ugyan tudnak-e mondani nekünk zenészeket? A zene nekem a mindenem. Hát körülbelül 8 éves korom óta. Bementünk hozzá, és hát nem tudom, nekem az egyik kedvencem volt a billentyűsök közül. Minden egyes indulása, minden egyes zenei mondata, az egy kerek egész. Csak a forró szerelemtől áll a szemem, mint a kettő kerek. Dél a kör! Hogy nekem már az elején volt egy olyan érzésem, hogy ő lesz az a személy. Az egész személyisége olyan volt, az egész jelenléte, hogy nem csak azon, hogy egy nagyon biztos zenei alapot fog tudni végighozni, hanem ennek az egésznek tud egy ilyen vezetője is lenni. Én leültem a tévé elé, volt egy kis zongorám, egy nagyon pici piaci, aztán voltak ezek a filmzenék, és onnan próbáltam lejátszani, aztán sikerült egy-kettő, apukám úgy gondolta, hogy ebből lehet esetleg valami, és azóta a rabja vagyok. Próbálom megismerni a zenei világot, amennyire tudom persze. Tök jó. Gyakorlatilag olyan volt, mint amikor egy értelmes beszédet hallgat az ember, hogy egyszerűen végig fókuszba rá tudtam figyelni, és azt éreztem, hogy hihetetlenül érdekes, amit csinál. Oscar Peterson a favorit. Magyarok közül Olá Kálmán, aki Szakcsillakatos Béla persze, hát inkább még jazz felé hajlok, de bármit végül is én is meghallgatok, meg hát meg is tanulok, meg játszok mindent végül is. Sose voltam magammal megelégedve. Szóval akkor boldogok vagyunk, ha ez rossz volt. Hát ki elégedett magával? Ez azt jelenti, hogy van energia, ami löki előre. Igazából igen, maximalista vagyok teljes mértékben. Ez talán benne is van a játékában, és ettől válik annyira emberivé. Ez még nekem új, igazából ilyen nagy közönség előtt nem is
mutathattam még meg, hogy idézőjelben mit tudok meg, hát, hogy mik a képességeim. Ricsinek van egy olyan hihetetlenül easy világa, ami, és mondom, nagyon-nagyon szóval beszédes improvizációja, ami miatt nekem az egyik kedvencem volt. Így aztán meg lett a billentyűs. Még rosszabb volt. Nyilván vannak ilyenfajta szempontok, hogy legyen egy dobosa, vagy valamilyen ütőhangszer, legyen egy mély, mondjuk egy basszusgitár, vagy egy nagybőgő, vagy akár egy szintetizátoros, hogyha úgy tud játszani végmélyeket, akkor legyen olyan. Tehát, hogy ilyenfajta szempontok vannak, hogy legyen szólóhangszer, legyen énekesben, de aztán ezek után jelengettük a lovakat. Úgy voltunk vele, hogy majd az élet, a gondviselés majd hozza a dolgokat. Maga az anyag az alapvetően akár a rendszer népzenéjére épülne, befolyásolni fogja a tagoknak az egyénisége, befolyásolni fogja annak a pár hétnek a hangulata. És hát majd meglátjuk, milyen lesz, ezt nagyon nehéz előre megmondani, de egyértelműen egy olyan anyagot akartam, ahol mondjuk ezek a fiatalok is otthonosan érzik magukat. Folyamatos ilyen hideg-meleg zuhany volt. Egyrésztről azért, mert igazából végig bennem volt a kéte, hogy ennek az egésznek egyáltalán lesz-e értelme. Tehát meg tudjuk-e azt csinálni tényleg, hogy valóban olyan emberekből, és ilyen módon, ilyen kutatási módon olyan emberekkel találkozunk, amivel valóban egy olyan zenekart tudunk létrehozni, amelynek minden egyes tagja egy külön egyéniség, és minden egyes tagja egy olyan fajta szín, ami számomra is úgy, hogy tényleg nagyon sok ugyan profi zenésszel játszottam, tehát hogy számomra is abszolút elfogadható és izgalmas lesz. Amikor Nyíregyházára értünk, ott egyenesen a Huszártelepre mentünk le, ez egy nagyobb roma közösség, egy roma telep, és hát ott kérdeztük az embereket, és ott mondták, hogy persze, van egy nagyon jó énekes, meg szintetizátoros, meg annak van a barátja, aki nagyon jó gitáros és szintetizátoros, szóval ez a pub duó, keresjük meg a pub duót, és mondták, hogy hogyha információt akarunk, akkor menjünk be a Huszártelepen lévő iskolába, és annak a biztonsági őrje, az maga a pap Zoli. Hol találjuk? Iskolában. Jó, hogy ezek az óvoda még, igaz? Természetesen. Igen. Őt iskolában meg lehet találni, a portás rögtön mondja, mert ilyen kisebbségi segítéssel foglalkoznak, abban vannak benne, és akkor ő. És akkor ő. Kopogtuk, megnyitottuk ki az ajtót, és oda fordult egy hatalmas ember, kopasz ember, és oda nézett, és egy csirke szárny volt a szájába éppen, és akkor így oda nézett, és kérdeztük, hogy jaj, ne haragudjon, hogy zavarjuk, de hogy hát Pap Zoltán keressük, és akkor mondtam, hogy hát így mondta, hogy én vagyok. Senki sem, amit. Aha, értem. Senki sem magamtól, amit úgy hallok meg. Igen. Úgy fülbe próbálok. Igen. És hát nem kellett hozzá, 10 perc már játszott nekünk, meg énekelt nekünk. Nem tudok nélkülön élni, de te meg sem próbálnád. És valami egészen elképesztő az a külső alakjának. Hát nyilván, hogy valaki biztonsági őr, az kell egyfajta fellépés. Na most ehhez képest teljesen ellentétét kommunikálta az éneklésen. És hát egy nagyon kedves emberrel találkoztunk ott, és egészen elképesztő hangszín, egészen elképesztő, ilyen dicsőséges tónusa volt. De is van egy gitárja is egyébként? Hozza a gitárját. Hozza, nagyon jó. Csak a szóló gitár, akkor ahhoz kell erősítő. Igen. Hát, de neki van itt valami. A dobgitár az nincs itt nálam. Ja, és nem tudjuk az erősítőt összerakni esetleg? De hát éppen erről beszéltem. Akkor csináljuk meg most, akkor rakjuk össze, persze. És aztán hozta is a kollégáját, aki egyébként kiváló gitáros volt. A hangszer az velem volt egyidős. És közösen játszottak nekünk több dalt, ez nagyon nagy élmény volt. De én már boldog úgysem, te leszel. Hey, mert a vizetek,
egész nap kerestünk mindenféle embereket, és hát boldog-boldogtalanokat énekeltettünk, meg zenéltettünk. És aztán egyszer csak bejött egy ilyenfajta tiszta hang, egy ilyenfajta erő, egy ilyenfajta minőség. Zoliról sokáig úgy gondoltam, hogy őt fogom meghívni énekesnek. Tehát az van, hogy az egész személyisége szerintem hihetetlenül izgalmas, azt a nézők is talán látják, vagy talán átjön a képernyőm. Aztán utána később, egy későbbi találkozás volt az, ami ezt felülbírálta, de én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy Zolit elhívjuk. Na hát akkor ide bejövünk most Benji-hez. Mindenki játszik minden hangszeren, dobon, gitáron. A lányok futnak el, holott nem kéne. Na, tessék. Figyeld, nagyon jól csinálod, nagyon ügyes vagy. De szia, téged hogy hívnak? Lakatos Jennifer. Szia, Jennifer. Olivier, gyere már! Olivier! Előveszek a gitárt. Ez egy dobgitár, ez a saját eszmény. Valahol Ausztriába vettem körülbelül 12 éve. Hát már egy kicsit le van használva, de az egyébként szép hangja van, nézd meg. Szép, nézzük a pengető, ez egy kicsit már így megviselte ezt, egy klasszikus gitáros látna. Júri, jó szó, ember. Jó szó, még. Szép, nem? Nagyon jó, figyelj, és te tényleg billentyűs vagy ehhez képest? Nagyon jó kezed van ráadásul hozzá, és... Na, ez a hírendben van. Ezek után most már nagyon meghallgatnám, hogy hogyan szintizel. Ez nem probléma szerinted, hogy ezt megnézzük? Lehet erről szó, mert ezek után most már kötelező neked szintizni, mert... Jazz, lehet játszani? Bármit játszasz, persze. Dávodon vagyunk, eljöttünk a Sallai családhoz és a Bíró családhoz. Na hát kezit csókolom, közben akkor jövünk be. Kutyát elkapjuk. Köszönjük szépen, akkor bejövünk. Igen, arra vigyázunk. Öreg vagyok, de még... Nem, én nem látom. Nem látom ezt az ember elmúlt, mit tudom én, 20 éves, az nem azt jelenti, hogy még nem él ezen a földön. Hát hogy nem, persze. Hát ez egy ilyen dolog, igen. Hát mondjuk ez kifejezetten ez a program a fiatalok segítésére van. Jó, rendben, de akkor meg azt fel tudjátok használni, hogy betanítom őket énekelni. Pontosan erről van szó. Hagyjál csak, tényleg nagyon minden a legnagyobb rendben van. Persze, semmi gond. Jártam a konzervatóriumba, 2 órát vettem. Lényeg az, hogy a hangunk megszólaljon úgy, mint a te gitárod, hogyha nincs tehát nincs hangképezve a hang, akkor nem jó. Fogadd el, Abakú, de Mongú, gyere, Buma Mara, nagyon örülünk, hogy tudunk segíteni, igen, akkor már tudtak segíteni, köszönjük szépen. Penges, testvér, hogy szóljon a gitár, hadd örüljön a nagy világ. Meg tudjuk nagyon köszönjük, és köszönjük. Nagyon tetszett, ugye? Most hát itt nem kell azt mondani, hogy ez hogy van. Itt vagyunk János Halván. Kolompár Zsoltinál, igaz? Így van. Kolompár Zsoltihoz jöttünk el, jó napot kívánunk! Önéim, uraim! Hát megkérnénk téged, hogy ne haragudjatok, hogy így rátok törtünk ilyen hirtelen. De mégis megkérnénk titeket, hogy egy szép dalt játszatok nekünk esetleg. A srácok tudjuk, hogy táncolnak. Igaz? Hajromami, ajsabami, tome lasse jamare. Hajromami, ajsabami, tome lasse jamare. Shalom.
egyik legfantasztikusabb élménye az útnak pont az volt, amikor elkezdett az apuka szintetizátorozni, és mindenki elkezdett táncolni a teremben. És ez egy akkora béke volt ott, és itt hirtelen visszamentünk az időbe. Felejthetetlen élmény volt. Én azt gondolom, hogy egyébként az emberek kicsikét többet beszélgetnek, mint amit mi beszéltünk, mert konkrétan végiggitároztuk az egész hazautat. Sanyika! Na, ez hallod ezt a... Sanyival mentünk a terem felé, a folyosón már a kiszűrődő zenéből. Tudtuk, hogy itt valami nagyon különleges dolgot találtunk. Na, nézzenek oda! Sziasztok! Szervusz, Bot Miklós vagyok. Balogh Tamás. Nagyon virtuóz hangszer az egész. Kiskoromban még 11 éves voltam én, ő is fiatalon kezdte. 10 éves voltam. Igen, igen. Az egyik haverom átjött hozzám, hogy nem jönnénk el Józsi bácsihoz, meg Tiszai György volt, Isten nyugasztalja már. Másnap kedv volt, emlékszek még rá, és akkor már meg is néztünk egy számot, de csak így az elején ilyen nagyon ilyen kis pár dallam volt csak. Hobbinak kezdtük, és ugyebár itt maradtunk. Kirőlte magát. Kirőlte magát. Ugyanúgy tanítják a kis 15 éves fiának, hogy hogyan játszon tamburán, és nem az van, hogy mondjuk megtanítja szintetizátorozni, vagy egyáltalán nem tudja meg semmire, hanem ezeket a hangszereket hozzák. Nagyon sok ilyen pengetős hangszerrel találkoztunk, de pont a Cérna volt az, amelyik így minden szempontból stimmel nekünk az elvárásainknak. Kedvenceim nekem a szerb cigány zenék. Nagyon szeretem őket. Azon izgultam, hogy most tényleg mit fogok zenélni, mert otthon is ezzel rágódtam egész nap, hogy most mit fogok zenélni. Maga az egyénisége, maga a... tehát tudod kísérni és tudod szólózni is. Így aztán meglett a zenekarnak a tamburása. Egyes. Bejön valaki hozzá, és megkérdezi, hogy énekeljek. Hát attól függetlenül kedvesen fogadom, de azt mondom neki, hogy ne haragudj, most nincs kedvem. A szintetizátort beüzemeljük, aztán valami kitalálunk. Nekünk ezzel kellett mindig megküzdeni. A kedvesség az minden helyen megvolt, szóval egyszerűen nem találtunk olyan, nem volt olyan helyszín, egy olyan pillanata nem volt ennek a pár hétnek, amikor valahol is ne kedvesen, vagy nagyon erőzékenyek voltak volna minket. Richter Judit, az van szerencsénk? Nem. Ő az igazgató. De ha valamivel küzdenünk kellett, akkor sokkal inkább ez az atmoszférának a megtalálása volt. Akkor is, hogyha itt felszabadulsz, bum, így lökjétek meg. Az, hogy tényleg tudjunk neki egy olyan körülményt teremteni, ahol azt érezzük, hogy ez az ember, ez most tényleg önmagát ott meg tudja mondani. Akkor egy ilyen szaporát? Egy szaporát, igen. Majd a workshopnak lesz a része, hogy olyan fajta atmoszférát fog eleve kapni ettől a többi embertől, és mindenki a másiktól, hogy ezzel már nem lesz probléma. Az egyik semmi van. Nyilván mindenkiben lesz egy druk, de az egy egész más dolog, amikor egy csapat kiáll, és ez a csapat jól ismeri egymást.
összekovácsolódtak, hisznek abba, hogy ez a zene, ez mindenkit le fog nyűgözni, hisznek ennek az erejében, nem tudom én, akkor onnantól kezdve ez már egy teljesen más történet, mint amikor egyedül kell négy idegen embernek énekelni. Hoppá! Szia! Hello, szia! Akkor már, ha eldöntötted, gyere, akkor be, gyere be! És milyen hangszeresek vagytok? Gyere ide nyugodtan. Te ének vagy, te pedig zongora. Nincs kedvetek egy kicsit játszani nekünk? Természetesen. Hogyha ez működik, jó? De aztán ne izguljatok, mert ez nem egy olyan... Nem vagyunk izgulósok. Jó, akkor. Jó, na akkor, srácok, akkor mehetünk. Tök jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon szép volt. Nagyon jó volt. Mondjuk el tudjátok játszani mondjuk a cigány himnusz? Szoktátok ilyet játszani? Jó, hát nem tudom eljátszani. Nem szoktátok ezeket. Nem, hát hallom, hogy nagyon fáradtak vagytok. Persze, meg. Igen. Persze. Én most keltem fel, és tényleg nem vagyok. Semmi gond, de nem kell mondani, ezt a semmit tudjuk, hogy ez hogy van. Srácok, ne legyen ez egy rossz élmény. Tudom én, hogy az nagyon rossz, amikor az emberek itt csettintenek, hogy most játszom valamit. Csak sajnos az van, hogy most vagyunk itt, és szóval így működik. De ne legyen egy rossz élmény, srácok, semmiképp ez nektek. Szóval tök jó, és nagyon ügyesek vagytok. Főleg hát ilyen fiatalon, meg hogy 2-3 éve játszottuk. Jó napot kívánunk! Kedi csokorom! Nak a fiatalok, sziasztok! Iskolából jöttök? Igen! És jó, hogy vége van az iskolának? Igen! És mit fogtok csinálni? Játszani fogtok? Na és mit fogtok játszani? Focit vagy? Hát szerintem én igen. Igen? Én is. Foci lesz? Tegye fel a kezét, aki focizni fog. Erre hagyom. Valamiért azt vettem észre, hogy a lányok nem tették fel a kezüket. Lányok, ti mit fogtok csinálni? Rajzolunk. Rajzolni fogtok? Igen! Jó van. Csodhogy is focizni. Na hát akkor, ha érezzétek jól magatokat. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Egyszerre mondjátok! 1, 2, 3! Köszönjük szépen! Na erről van szó! Kedi csokorom, jó napot kívánok! Most a gyerekházban vagyunk, ahol láthatják, hogy gyönyörű szépen ki vannak festve Andersen mesék és Walt Disney-s hős szereplőkkel. Úgy működünk, mint egy mondhatni biztos kezdetház, önkéntes alapon, mert hogy behozhatják ide a szülők a gyerekeket, és akkor itt vigyáznak rá. És itt romák, nem romák ugyanúgy? Igen. Tehát, hogy ez egy teljesen... Igen, éppen most itt láthatják, hogy romák és nem romák együtt vannak. Olyan közösségfejlesztést szeretnénk, ami az esélyteremtésről szól, hogy ugyanolyan esélyekkel induljon bárki. Mindenki is az a célunk. Az egyik legnagyobb problémám ez volt, hogy többek között két dolog volt. Találunk-e valamit, és másik az, hogyha igen, akkor milyen módon tudjuk befolyásolni az életét. De én egy dologra emlékszem, hogy amikor én mondjuk Ciránkus Sándorral játszottam, a Barbarok gitárosa, Barbarok legendás gitárosa, akkor nagyon megváltozott az életem, egészen más tudatállapotba kerültem, és valóban nagyon kilökött a pályámról, de ha az a fajta zenélés nincsen, akkor én nem lennék zenész valószínűleg, illetve hogy valószínűleg zenész lennék, de egészen másképp történne. Itt vagyunk Egerben, és hát egy igazi profival találkoztunk, most ezt már láthatjuk. Azt mondja, én nagyon örülök, hogy találkoztunk, már csak azért is, mert elmondod, hogy azért eléggé rálátszott a környező cigányságnak a zenéjére, és próbáltál magad is ezt ápolni. Ez a fajta tehetség gondozás, amit akarunk, pont az lenne a lényege, hogy,
hogy egy olyan lehetőséget adjunk, ahol megtapasztalhatja azt, hogy milyen az, amikor egy nagy rendszer, mondjuk itt egy big band, egy nagy zenekarban közösen összerakunk egy nagy koncertet, egy CD-t veszünk föl, és aztán egy koncertklipet veszünk föl, meg ilyesmi. És ehhez keresünk embereket. Kápolnán, hát például én, hát nekem ilyen 100-150 évre vissza lehet vezetni a zenészséget, még a primásságot is, még a báderednő nevet is. Úgyhogy Kápolnán nagyon sokan vannak ott, fiatalok is ugyanúgy most is tanulnak. Nem annyira sokan, mint régebben voltak, de azért tanulnak most is. Ez olyan jó ír, hogy azt mondod, hogy sok fiatal tanul. És találkozol olyanokkal? Tehát van erre ugyanúgy példa, amivel már találkoztunk az utunk folyamán, hogy olyan fiatal, hogy konkrétan otthon egy szobába fűre tanulnak meg hangszereket. De ott a fiatalok lényegében a családon belül tanultak meg muzsikálni, mert Kápolnán még most is van körülbelül 3 cigány zenekar. Amiket mondtál, azok alapján majd meg is kérünk téged majd, hogy nekünk itt a környéken segíts esetleg. Lehet, hogy kívánjuk hozzátok is, vagy arrafelé, és körülnéznénk. Ennővel az a helyzet, hogy itt azért nem hívtam meg, mert hát egyébként egy profi zenész, tehát őt nem kell nagyon felfedezni. Viszont valaki ez elvezetett minket. Szóval közben eljöttünk Kápolnára Ernővel. És unokaöcsédhez megyünk, ugye? Igen, igen. Aki egy cimbalmos, a magyar zongoráról van szó. Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy nemzeti kincs. A magyar nóta, mind a mellett, hogy persze hihetetlenül elbújázott egy időben, hiszen divatos volt. Ez ugyanaz, mint a popzene most, hogy volt valaha egy izgalmas vonala a popzenének. János, szevasz János! Na, itt a Magyar TV-től megérkeztünk. Pont mondtam az Ernőnek, hogy egy cimbalmos keresünk, és ő azonnal mondta, hogy mindenképpen keresünk meg téged. Szóval volna kedved nekünk zenélni, bármit. Leülni is. Nem tudom, hogy a fény elég, vagy kapcsoljunk valamit? Jó, nem jó a fény, azt mondják. Hogy melyik a jobb neked? Az, hogyha nincs. Ha nincs. Jó. Most már az embereknek a legnagyobb rész, az embereknek a többségének a magyar nótáról alapvetően itt egy ilyen hihetetlen rossz emlékű, vasárnapi ebédek, meg ilyesmi jutnak eszébe. Holott azért ez egészen szörnyű, hogy ez így alakult. És nekem ott Kápolnán ez volt nagyon izgalmas, amikor Báderéknél voltunk, hogy még a fiatal, tehát még mindig a muzsikus romáknál ugyanúgy tanítják még a fiatalokat. Elmondták a Báderék is, hogy egy 5 generáció óta prímás minden elsőszülött fiú. A családban cimbalmos nincs is. 5 éves koromban kaptam egy cimbalomverőt bátyámtól, és széken kezdtem el cimbalmozni, és azóta nekem azt tetszett, és így kezdődött. Intézményes tanulás nélkül jutottak el egy olyan fajta zenei tudásra, amelyik pontosan jól mutatja azt, hogy ez régen hogyan működött. Én gyakorolok többet is, napon 5-6 órát, attól függ mennyi időm van, mert nagyon sokat kell tanulnom, de minél többet, mindig. Volt egy saját rendszerük, azaz gyakorlatilag a családon belül tanítás, és ez a példa is nagyon jól mutatja, hogy ez mennyire működőképes is. Ami jön magától, egyformán nem tudok csinálni semmit. Az, hogy megtanulok egy számot, és akkor az mindig más. A magyar zongora az egy óriási találmány, ez egy óriási hangszer. Én nagyon számítottam, mert én nagyon szeretem a cimbalmot a zenekarban, én igazából nem bíztam benne, hogy lesz egy ilyen találkozás, hát lett. Megtaláltuk a zenekar cimbalmosát. Éppen egyes, másodnap. Olyan sok ellentmondó műsor van, olyan sok ellentmondó projekt van, próbáltunk, tehát pont az volt a félelmünk nekünk, hogy nem lesz, ami mégis van, olyasmi, aminek semmi értelme.
teljesen jó volt. Mi lesz akkor, hogyha ezeket az embereket bevonjuk egy ilyen fajta világba, amit mi most nekik tudunk nyújtani, és mi lesz a fenntarthatósága? Mi lesz azzal, hogy egyébként a projekt után ezekkel az emberekkel? Próbáltam a fejembe felépíteni egy olyan dolgot, ami a lehető legjobban megvédi őket is ettől, és talán... És majd megpróbálom most egy olyan anyagot összehozni, ami hosszabb távon mutat nekik utat. Egy pillanatra várjatok, srácok, egy pillanatra várjatok. Várjatok. Következő lenne a helyzet, itt megérkeztünk közben Pécsre, és három fiatal zenésze fogunk egy felvételt csinálni. Orsos Ferenc segítségével, Feri bácsi segítségével, akinek nagyon sokat köszönhetünk most itt, hogy ez itt létrejött. Az Orsos Feri megkeresett minket az általános iskolából, hát és ő segített minket hozzá, ő tanítatott minket. A legnagyobb öröm az egyértelműen az a fajta zenei minőség, amit egy-egy helyszínen kaptam. Szerintem egészen csodálatos egyébként, hogy milyen hihetetlenül izgalmas a világ. Ez a 3 hetes utunknak a legutolsó állomása volt. Mi is már sokkal felszabadult utakok voltunk a végén. Napsütés, örömzene, elkezdődött egyfajta jammelés, és mi is beszálltunk a végén. Ilyen nagyon különleges élmények voltak például a Mátrában, amikor Farkas Bílával találkoztunk. Jó napot kívánunk, Bot Miklós! Farkas úr az kifejezetten sok roma fiatallal foglalkozik ott a környéken, szedi össze őket, és tényleg próbálja őket zenére tanítani. Tudja, hogy sok faluval, sőt, már Egerből mondják, hogy mindenképpen magát keressük föl. Ez engem különösen érdekelt. Bár azt tudtuk, hogy az életkoránál fogva valószínűleg nem fog beilleni a képbe hozzánk, de nagyon kíváncsi voltam, ha már ott vagyunk, akkor találkozunk velük. Akkor már várt minket, és mondtam, hogy nem értem, hogy miért vár minket. Hát, hogy tegnap kapott egy díjat, és tudja, hogy majd jön a tévé. Magyar már tévé. Pontosan tegnap volt egy díjátadó. Ha mondtam, hogy azok nem mi vagyunk, mi egy másik dolog kapcsán vagyunk, és hát egyébként akkor gratulálunk. Mondta, hogy egész nap pesgőztek, úgyhogy már hogy előző nap, szóval ilyen fáradt volt, de fantasztikus volt. A dallam, meg a cimbalom, hogy az egész így össze olyan, mint hogyha egy cimbalom kísérné, lenne ott van a dallam is megjelenik, tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szép és érdekes technika. Apámnak a legöregebb bátya, Farkas Ferenc, az a nagyhírű prímás volt az ország minden területén, és kisgyerekkorom óta elvitt magához, ott is jártam nála iskolába, Jászárok szálláson, és ő tanított. És innen maradt meg a zenei szeretet. Ez egy német márka, igaz? Ez majd egy velem egy idős. Azt a vegyár! És akkor leültünk, és elkezdtünk gitározni. Nekem, mint egyébként gitárosként az egyik legizgalmasabb és legnagyobb meglepetés pont a Farkas tanár úr volt. Tehát ilyen minőségű gitározás ebbe a fajta magyar nóta stílusban és ebbe a fajta cigányzeni stílusban, ezt én nagyon ritkán hallottam. Hát nyilván őt nem tudtuk volna elhívni ebbe a projektbe, de arra gondoltam, hogy többször visszamegyek majd hozzá. Nagyon jó a kis élet. Az első napunkra Csóri Sanyival ketten mentünk, és az volt a záró, tehát ő volt az utolsó ember, akit találtunk. Ott is egy ilyen hihetetlenül kedves közeg fogadott minket, egy nagy család, kis térben, és már be volt gyújtva, pont az volt az első hideg nap, bedobták a, tehát így fával be volt gyújtva, nagyon. És leültünk, és akkor a Zsoltit azt nem nagyon kellett ott egrecíroztatni. Hát úgy 15 éves,
gyerekkoromtól játszok már úgy, hogy, de mostanában kezdek úgy jobban foglalkozni vele olyan 2-3 éve. Naponta játszok olyan 2 óra hosszan. Ez a zenén, hát az teljesen egyértelmű, és hogy beléptünk, gyakorlatilag volt egy ágy a szobában, egy kis szekrény, meg egy szintetizátor. De most Zsoltiba azt tetszett nagyon, hogy teljesen autodidakta volt, tehát gyakorlatilag egy hangnembe tud biztonsággal játszani. A-ból tud. És úgy transponálom. Viszont olyan fajta elánnal látszott, hogy olyan közeli a kapcsolata a zenével, és olyan fontos része az életének, hogy ez csöpögött minden egyes pillanatából. Mire hallgatok, hogy szól? Kíváncsi vagyok. Volt segítségem. Unokabátyámtól is tanultam. Keresztapámtól is, apukámtól is. És a többit után úgy magamtól összehoztam. Ó, mert azt tudja mindeni, ez az utca, de sötét, de sáros. Szabó Csanál volt az első felvétel, amit elkészítettünk így a bejárásunk alatt, tehát ez egy nagyon szép nyitó pillanat volt. Az apukája az azonnal beállt és azonnal énekelt a fiával. Zsolti az nagyon ügyes volt, neki még kell egy kis idő, hogy egy ilyen közösségbe el tudjuk hívni, de én azt gondolom, hogy neki 1-2 év múlva nagy esélye van egy ilyen fajta munkára. Mert csupán csak a szerelemtől áll egy kicsit az én szemem keresztbe. Hogy hívnak ideget? Hát, Kobra Trio. Na, szevasztok, Bot Miklós vagyok. Itt vagyunk a Kobra Triónál. Kobrának a neve Dani egyébként. Mondták, hogy van ott egy srác, ez a Dani, aki nagyon jól énekel, mindenképpen hallgassuk meg. Azért még talán mondjuk egyébként jobb énekelni ilyenkor, ebbe az időben. Amíg megjön apukátok, srácok itt átállnak a képileg. Hát én már 10 éves korom óta, vagy 8 éves, jártam zeniskolába hegedülni, de azt nem szerettem nagyon, és így inkább gitározok. De már 8 évesen így már zenégettem. Apukám tanított, sógoraim. Igen, hát végül is ugye mondhatni, hogy apáról fegyúra száll. Ez az a legjobb. Az öcsémmel összejátszottam is így. Benne van a vérünkben ez a zene. Gyere, Sanyi, ülj le! Kezdtem így énekelgetni, megtaláltam hangokat is így. Ahogy így megnőttem, így folytatom is. Én azért vagyok a suliból, és már csinálom is. Én minden nap gyakorlom. És ott volt a sógor, a sógorának a fia, és így együtt hárman elkezdtek nekünk zenélni. Ez a dolog, jó dolog, mindjárt átszolni fogok, jaj, talán jár. Olyan átütő ének hang volt, tehát tényleg úgy betöltötte az egész teret. A szívből jön nekem. Szolokra indítsenek máma, haza nem megyek, jaj, talán jár. Kisekér, kevesebb szinte. Hát itt van itt mulatás, kérem, ahol nem sokat szomorítom, hogy ezt mondom. Olyan hangerő volt, és mellette viszont a minőség a hangnak az olyan elképesztő volt, hogy így tudtuk, hogy ő lesz valószínűleg az énekesünk. Így úgy érzem, hogy valaki vagyok, vagy valaki leszek, valami lesz, és nekem az jó lenne. Nagyon örülnék neki. Kit szeretnék igazán? Mindenemet adhatnám, minden ilyen láthatnám, az életem lekiadnám. Hát mondjuk ez nem az én stílusom, de szeretem ezt is játszani, meg tudom is, inkább a jazz. 3-8-ig! Kicsi, gyere velem rózsát szedni, amíg el nem megy a nyár. Kicsi, gyere velem csókot csenni. Hát ez az életem, ezen hát nagyon szeretem. Enélkül nem is bírnak meg, hát ez. Kicsi, gyere fel a hegy csúcsára, arra repül a madár.
Még szeretnék a csúcsig jutni, még jöjj róla határ. Távolból jön a fele, s meglátod, úttól ér. Fehérre festi a zöld meséjét, hol van a déli szél. Tudjuk azt, hogy vannak ilyen kiemelt, hogy is mondjam, a tévé által reggeltől estig játszott zenészek, és ezek némelyike persze komoly minőséget is jelent, nagyobb része meg nem. És hihetetlen érdekes nézni ezt, hogy lokális szinten is milyen szintű minőség van olykor, és mennyire nem tudunk meg. Most megérkeztünk Mékútra. Kolompár családra. Jó napot kívánunk! Hát azt mondtuk, hogy itt laknak zenészek, igaz? Lehet az, hogy akkor zenélünk itt maguknál? Ez egy nagyon fura szituáció mindig, amikor az emberek bemész a házába, és azt mondja, hogy énekeljen. Körülbelül jó lesz. Na akkor menjünk is be, jó? És akkor... Nyugodtan, menjenek be! Cipőt? Marad? Maradjon a cipőt! Köszönjük! Hogyha az embert mondjuk stúdióba hívják, hogy ott zenéljen, akkor mindig az van, hogy elindul egyfajta ilyen félelem meg. Szóval ezt gondoljuk el, hogy érezzük magunkat otthon, és hogy érezzük magunkat egy olyan helyszín, amit nem ismerünk. De most kézzük el azt, hogy mondjuk zenélni kell. És egy ilyen szituációt persze bonyolít, hogyha mondjuk beállít négy idegen és kiraknak mikrofonokat, nem tudom én. De ettől függetlenül, hogyha ügyes vagy és igazán tudod segíteni azt az adott illetőt, akkor olyan felvételeket lehet csinálni, ami más, mint ezek a stúdióanyagok. Azt kérnénk titeket, hogy játszol nekünk valami autentikus zenét. Azt tudjuk, hogy ők körülbelül már 15 éve zenélnek együtt, ők ketten, és nem tudom, hát te két éve, igen. Tehát általában nagyon sterilek a stúdióanyagok, illetve hogy mondjuk pont a profizmus az ott nyilvánul meg, hogy egy igazán jó előadó ezt az egészet ki tudja zárni a stúdióban, vagy nem. De az esetek nagy részében ez nem így van. Tehát főleg egy ilyen esetben, amikor mondjuk olyan emberekkel találkozunk, akik életükben nem voltak mondjuk még stúdióban sem, akkor kifejezetten fontos az, hogy egy olyan körülményt tudjunk neki biztosítani, hogy tényleg egyedül lenne otthon. Azok, akik nem voltak ottan a pillanatban, amikor sétáltunk a mezőn, azoknak nehéz elmagyaráznom, hogy azt hiszem, hogy ott visszamentünk az időbe. A fia az iskolában, és mikor jön vissza? Nem tudom, mikor jön haza. Két óra után. Kettő óra után. Uh-huh. Hát akkor az a helyzet, hogy akkor ez nagyon kár. Itt azon az úton. Ezen itt, ami itt bemegy? Igen, végig, és egyenesen egy nagy kapunak menjünk. Jó, és akkor az lesz az. És az az iskola területe, és úgy bárki. És ott találjuk. Jó, rendben. Köszönjük szépen, sziasztok! Gyertek, srác! Makula Józsefet köszönjük, szervusz! Üdvözöllek, sziasztok! Kíséren vagyunk, jász kíséren, és itt kiderült, hogy itt egy komoly tambúra szakértő van. Gyerekkorunkban már érdekelt minket a zene nagyon, tehát rengeteget színpadoztunk, és hát a tambúra, mint olyan hangszer, nagyon ritka, még egyébként is most Magyarországon. A bátyám révén, mire asztalos, elkezdtünk fabrikálni itt a tamburákat, aztán hát már most gyakorlatilag
ilyen munkákat csinálunk, tehát most már itt Magyarország szerte eléggé ismerik a munkákat. Hát az még egy félkész állapotban, igen, ezt már nyugodtan mutathatod. De arról van szó, hogy a zenélés révén kellett a hangszer. Igen. Na mostan az, hogy csináljuk a tamburákat, ez is egy dolog a lényege, a másik az, hogy neveljük is a kultúrát, tehát mink rendszeresen járunk zenélni, többé-kevésbé jelent is meg, mert hanganyagunk, meg videoklipünk is az autentikus zenével kapcsolatosan. Kezi csokolom. Jöttünk ide a zenész fiatalokhoz. Hát ők jó. Ők jó nagyon zenéljük. Jók, igaz? Igen. Nem tudom, viszik valami gitart valahova. És akkor de hova vagyunk. Tudnak, hol tudnak énekelni, de ők még nem tudnak, hogy mondjam ki, hogy nem ismernek engem, hogy én énekeltem volna nekik. Volt maglóm, volt van is kazettám, de üres, nem vitt el a hangomot senki. Szokott ilyen cigány hallgatókat is énekelni? Igen. Tetszik tudni most nekünk énekelni akár egyet? Azt mondja, budapesti kávé, az bahárom, holát is szólalkom. Sarokban egy öreg cigány, karján, arra könnyű kell alszik. Az élő kultúra az nem arról szól, hogy mindig tökéletes CD minőségben való éneklésről, vagy nem tudom én, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy az ember azért énekel, mert bánata van, azért énekel, mert szerelmes. És azt nem, az nekünk nem dolgunk, hogy azt megítéljük, hogy az milyen. Viszont ott az a pillanat az olyan volt, hogy ott lehetett látni, hogy egy teljes élet van benne a szemeiben. Hát köszönjük szépen! Nem igaz, a több is volt! Jó, gondolom, csak... hogy ez itt még sokáig benne. Jó napot kívánunk! Ki a József? Te vagy a József? Szervusz, Botnikos vagyunk. Szervusz. Szervusz, csak azt mondom, hogy Botnikos vagyunk. Ez azért volt egy költői szépség. Szevasz, ő a fiad? Igen, most egy éves. Na, gratulálok! Nagyon szépen köszönöm. Ajánlották, hogy mindenképpen találkozunk veled. Igen. Igen, igen, és arra gondoltunk, hogy ha volna kedved egy ilyen 2-3-4 perces kis felvételt adni persze, nekünk. Persze, nagyon azt megköszönnénk. Nagyon szívesen. Na, akkor hogyha lehetséges, akkor szerintem menjünk be és segítsünk valamit, vagy? Jó, menj csak nyugodtan előre. Uraim, akkor megyünk mi? Jó. Alapján szoktál más hangnemekben is játszani, vagy leginkább egy A-ba szoktál? Tehát, hogy... Nem, hát szoktam A-molból, D-molból, E-molból, C-molból. Most... Ezek szoktak általában, de mondjuk ilyen, nagyon ilyen fiszmol, meg ilyeneket nem adja. De hát mert... szoktam abból is. Ezeknél a cigányoknál buli van, főleg mikor a Korodi Józsi ott van. Az egész napunk eléggé rosszul ment, és nem olyan találtunk semmi érdekeset. És akkor sráccal beszélgettünk, akinek ilyen hip-hop formációja volt, és mondta, hogy ja, egyébként van egy lány, úgy ráénekelt neki az egyik számára. És akkor kérdeztem, hogy hol találjuk. Hát, hogy nem tudja, nincs telefonja, meg nem tudja. És akkor végül is fel tudtuk kutatni, a fiújánál, vagy a barátjánál volt. Megtaláltuk őket, mentünk le, egy roma telepen voltak, és szépen, ahogy kiáll, már ment le a nap, tudom is én, és bekopogtunk hozzájuk, és akkor teljes rémülettel jöttek ki, hogy mégis mit akar egy 4 fős kis táb. Sziasztok! Bíró Mártihoz jövünk, szia! Szia! Jó, lehet, hogy egy kicsit kijebb megyünk, mert hogy ez nagyon sötét nekünk. Jó lesz az! Jó lesz itt! De jó! És akkor gyakorlatilag leültettük, és mondtad, hogy akkor most bármit énekeljen. Egyedül ballagok, csak rád gondolok, csak a hold van. Olyan hang volt, ami rendesen így
éreztük, hogy na ez az. Megtaláltuk az énekesnőnket a projekthez. Egy kicsit lehet, hogy kicsit arra kérek, hogy igen, hogy elfélünk. Így. Igazából tényleg ilyenkor arra vagyok kíváncsi, hogy egy énekesnőnél ez gyakori lehet, hogy mondjuk otthon énekel egyedül magában, és amikor mondjuk elkezd egy hangszer mellette játszani, akkor egész egyszerűen hamis rá, vagy tempóba kiesik, mert megszokta az, hogy egyedül van, és nincsenek ilyenfajta korlátok. Miért próbáljunk szimulálni hangverseny körülményeket, meg most játszani? Mert hát én is ugyanúgy lementem egy farmerba, és ott elkezdtünk beszélgetni. És mit csináltunk volna, ha nem leülünk oda a földre és játszunk? Imádom, hogy gitározik. Mindenkinek egy belső univerzum, amit bizonyos körülmények között kiépít magának, és ebben biztonságban van. Na most egy ilyenfajta beavatkozás, amit a tévék csinálnak, ezeket látjuk a nagy ilyen kereskedelmi tévékben lévő tehetségkutatókban, hogy egészen sok embert össze tudnak törni, egészen, és ezeknek a családjait, ezáltal a szűk környezetét. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék. Másfelől viszont akkor az a kérdés, hogy mindent hagyjunk úgy, ahogy van. Gyere, gyere, buba, mara, énekelj, életünk, mit sem ér muzsika nélkül. De gyere, gyere, buba, mara, énekelj, elhiszem, hogy nem élhetünk zene nélkül. Talán egy kicsit beindul az életem, és nem ragadok le itt, ebben az egész körülményben, amiben vagyok most. Mert ez az álmom is. Nagyon örülnék neki. Nehéz itt? Nagyon nehéz. Így aztán meg lett a zenekarnak az énekesnője, és végül is létrejött az, amit én nagyon szerettem, hogy legyen egy fiú és egy lány énekesünk is. Próbáltam a fejembe felépíteni egy olyan dolgot, ami a lehető legjobban megvédi őket is ettől, és talán, és majd megpróbálom most egy olyan anyagot összehozni, ami hosszabb távon mutat nekik utat. Egyedül ballagok, csak rád gondolok, csak a hold van fenn, és én vagyok. Istenem, úgy kérlek én, add vissza őt, mert enyém, hisz nélküle az életem semmit sem ér. Sírva úgy kérlek én, add vissza őt, mert enyém, hisz nélküle az életem semmit sem ér. Bot Miklós tehetségkereső projektje célt ért. Megvan az alap, már csak néhány hangszer kell, és teljes a formáció. Megalakulhat a zenekar. Most pedig jöhet a nagy összetalálkozás. 3 nap ismerkedés a hangok és a zene nyelvén. De és hát megtörtént az első nagy találkozás. Ezt sejtetik a nézők is, hogy ez nagyon izgalmas volt számunkra, hiszen ugye majdnem 4 hétig kerestük ezeket az embereket, bejárva a fél országot, és hát ugye, hogy ők ugye egymásról nem tudtak semmit. Pont buliból jöttem, én is. Hát én 3 órát aludtam. Itt vannak. Jól van. Melyik az anó? Sorok. Az ott. Na, itt hagyják akkor nekünk a fiatalembert? Hát, ha nagyon muszáj, akkor így nem szívesen válunk meg tőled, de... Fönn vannak a zenésztársak. Tehát mindenki az volt, hogy én tényleg én leszek, és ez biztos, hogy nem mentek. Igazából nem vártam, hogy beválasztanak. Gondoltam, hogy nem vagyok én erre elég jó. Nagyon örültem meg, nagyon. És ezt éreztem most, hogy ez fog sikerülni. Minden nagyon rendben lesz. Mi ezt már tudjuk, hogy minden rendben lesz, ti még nem. Mindenki azért van itt, mert nagyon jó. Úgyhogy. Nagyon izgatottam, vártam. Már reggel 5 órakor fölkeltem. Szeretettel várt mindenki minket. Találkoztam az új zenekartagjaimmal, és nagyon rendesek.
Dani, neked is elmondom, és megvagy a többieket, és akkor utána kezdek el beszélni, mert ez itt most, minden most ez egy kicsit ilyen bénasó. És akkor megjött az a pillanat, amikor egy kávézóba találkoztunk. Mindenki nazi, királyság, hello, szia! És akkor egymást nézték az emberek, hogy te, és te mi leszel, és te... És elindult. Na hát jó régóta várjuk ezt a találkozót. Ez így biztos, hogy nektek első nagyon furcsa, hogy megérkeztek egy helyre, és ott van egy csomó ismeretlen ember. De azt tudnotok kell, hogy arra kérek mindenkit, hogy ne izuljon senki, mert én is régóta az elélek, régóta sajnos fogó volt. Mindenki úgy van, és azért van kivel, mert tudom, hogy ebben a dologban nagyon jó fogok. Lehet itt látom, hogy egy-két ember már azért ismeri egymást így vagy úgy vagy amúgy, és higgyétek el nekem, hogy nagyon gyorsan fognak barátságok szövődni, mert én ezek a saját tapasztalatom volt, hogy akármennyire különböző emberekkel találkoztam, mindig az volt, hogy valaki nagyon-nagyon szerette a zenét, és nagyon jó volt a zenében, nagyon gyorsan a közös nyelvünk volt. A zenekar négy tagját aztán a bejáráson találtuk meg, hanem azokat én már eleve tudtam, hogy őket akarom hívni. Mindenképpen ez egy nagyon nagy lehetőségnek tartom. Megörülök neki, hogy amik ránk gondolt. Nagyon izgalmas dolognak tartom ezt az egész produkciót. Az ember mindig örül, hogyha egy korábbi projekt után visszahívják, mert akkor ezek szerint az előző az nem sikerült rosszul, és számítanak még rá. De ez is egy lehetőség, szerintem. És egyből megörültem, ahogy mondta, aztán mondom, jó, persze, csináljuk. Mondjad, húsa. Vagytok? Úgy jó, nem? A Mártinak lesz egy szólószobája, hogy ne kelljen senkivel közös zuhanyzóba menni. Mondjam, én nem vagy senkivel? Tegnap, amikor este elkezdtek zenélni, akkor elkezdtem figyelni őket. Én nem is nagyon szálltam be, kíváncsi voltam, hogy alakulnak ki ösztönösen a felállások, és hogy alakulnak ki a zenélések. Jamelgettünk kicsit, mindenki játszott, kicsit mutatott magából. Azt hiszem, bele tudok illeszkedni. Tudatosan próbáltam azt kerülni, hogy olyan embereket is berakjak ide ebbe a zenekarba, ahol bizonytalan az, hogy a közösség fel tud épülni, és meg tud valósulni. És azt hiszem, hogy minden most afele mutat, hogy ezt jól tudtuk kitalálni. Ugye ilyenfajta workshopot kb. 5 éve tartok már, és ennek a folyamában már találkoztam két ember, a Sára Csobánnal, az egyik szaxofonossal, és a másik szaxofonossal, Gárdján Zolival. És Horváth Peti, és Kálai Géza, az pedig gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt kapcsolódott a projekthez. Én régebben furujáztam, kisebb koromban ilyen népi furuján, és főleg csángó népzenét, tehát ilyen gyimesi és moldvai zenéket játszottam. Ez mondhatjuk úgy, hogy családból jön, mert édesapámhoz kint lakik Gyimesbe. Körülbelül 4 éve játszom basszusgitáron. Nagyon tetszett, meghallottam a zenébe, mindig a basszust hallgattam, meg ilyesmi. A kedvencem ugye ez a jazz, meg az ilyen funky zenék, meg ilyesmi. De én mindenevő vagyok. Szeretek mindent, műfajt, belevágok mindenbe, érdekel minden. A családban senki nem zenélt rajtam kívül.
mindig is a dob vonzott leginkább, de emellett zongorázom is, tanulom a zeneelméletet, tehát azzal is foglalkozom. Megfigyelem a zene hangzását, a tempót, hogy mit játszanak, és ahhoz próbálok egy alapot adni. Soha nem volt kérdés számomra igazából, hogy ezt szeretném csinálni. Édesanyámmal sétáltunk az utcán, és akkor hát kíváncsi gyerekként megkérdeztem minden épületre, hogy az micsoda, és akkor mondta, hogy hát az ott a zene, és akkor mondtam, hogy akkor írass be. Mondták, hogy akkor most megmutatják a többi hangszert, és akkor választhatok kedvemre, hogy melyiket szeretnék játszani. És akkor az első megálló az a klarinétos terem volt. És akkor hát így belefújtam a hangszerbe, és mondtam, hogy jó, akkor ez jó lesz. Még egyszer onnan nézzük meg, hogy az ének előtti bridge-től, és rámegyünk az énekre, jó? Most felvettek a Zeneművészeti Egyetemre, és most ott tanulok. A zenekarba hallottam őket, tehát ezek között az emberek között. Nekem pont ilyenek hiányoztak még, az izgalmakat ilyenek adták, hogy például ők ebbe a dologba hogyan fognak illeszkedni. Nagyon-nagyon jó zenészek jöttek össze. Most is egy olyan kis morzsát kaptam ebből a kultúrából, honnan a többiek jöttek, ami nekem nagyon értékes. Ismeretség, barátok, zenélés együtt, szerintem ez egy jó dolog. Ez abszolút építő jellegű dolog, hogy reggeltől estig sok zenésszel együtt egyfolytában kezemben van a hangszer. Most ugye itt két napig egy összetartást tartottunk, amikor az volt a cél, hogy az emberek megismerjék egymást, egyáltalán rá tudjanak hangolódni erre a két hétre. Tehát amikor már januárban visszajönnek, akkor körülbelül tudják, hogy mire számítsanak. Persze, de hogy ilyen nagykapa, hogy ilyen tanárurva, így mondjálnak, hogy jöjjön. Azt akartuk, hogy ebbe az egy napban vagy két napban egy számot körülbelül csináljuk meg, amennyire meg lehet csinálni egy számot egy nap alatt, és ezáltal, ezen keresztül az emberek ismerik meg a másikat, és kezdjenek el egymásba bízni nyugodtan. Úgy jöjjenek vissza, mint hogyha már barátok közé jönnek, és nem pedig úgy jöjjenek ide két hétre, hogy gyakorlatilag nem tudják, mi vár rájuk. Miért, hogy meg sem jöttél, és már menned kell, ne játsz a szívemmel, biztudhatnád. Megigazítod még egyszer a dobot? Még azt kell megbeszélnünk, még azt folytatjuk, hogy arra majd hozzá kell szólnunk, hogy nagyon sokan vagyunk. Azok az emberek, akik most ezeket a részeket végignézték, azok körülbelül velünk jöhettek ebbe a pár hétben, és láthatták, hogy hogyan lett a nullából egy ilyen fajta zenekar, egy ilyen erős hangzás, egy ilyen fajta erős közösség hogyan épült föl. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kallódó zenész van Magyarországon, és nagyon sok kallódó roma zenész van Magyarországon, akinek a tudása nincs kihasználva. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy valaki mondjuk ül otthon, és nem tud fellépni, és nem tud zenélni, vagy pedig mondjuk több ezer embert megtáncoltak Magyarországon egy nyár folyamán. Fiúka, itt hagyjuk a hangszereket kicsit még melegedni. Nézzük meg akkor! Ámon, giszű. Tegnap még annyira nem rázódtunk össze, már jobban egy picit. Megismerkedtünk ott mindenkivel, barátaimmal is. Olyan is volt, akivel zenéltem is. Mindenki nagyon rendes. Meg kell szokni egymást igazából ezt ilyen zenész dolog ez. Szerintem mindenki ismeri ezt a dolgot, hogy mondjuk épít mondjuk valaki egy házat, és akkor ő is beszáll, és nem megépíteti, hanem ő is építi a házat. És akkor amikor ez a procedúra van, hogy munka után az ember házat épít, akkor az éppen amikor benne van, nem szívesen van benne. Viszont mondjuk 10 év távlatával, vagy már 1 év múlva úgy emlékszik vissza, hogy azért ez milyen szép pillanatok voltak, hogy mennyi energiát raktunk bele, hogy ilyen szép legyen a háza végén. Én abban biztos vagyok, hogy amikor a lemez felvettük és visszahallgatjuk, akkor az egész így ki fog nyílni és egész más színben fog feltűnni. Szimbolonisták meg lehet sem. Ja. Kicsit hogy a barátság, az nehéz megfogalmazni, mi az, hogy barátság. Zolit nem láttátok?
Szerintem össze fogunk tudni barátkozni, meg hát ez azért annyira a vizelényszek között nem szokott probléma lenni egy idő után, mert azonos az érdeklődési körünk. Mondom, a poénok is, ezek a fáradt zenész poénok pörögnek egész nap, úgyhogy... Jó, mi? Tetszik mi? Szerintem nem lesz a haverkodás részével probléma. Az biztos, hogy egy ilyen kollegális barátság az nagyon könnyen fog így szövődni. Mindenkivel így összebarátkoztunk. Johnny nekem is tetszik, és jó barátságba lettünk, szobatársak is vagyunk. Nagyon jó, meg vagyunk, csak néha az csak álmában hangosul beszélünk. Johnny a kicsit horkol, de elviselhető. Johnny, vele így első pillanattól megtaláltad a közös hangot. Jó lettünk, első látása. Ő is ugyanakkor ért oda, amikor én is, több időnk volt beszélgetni, így kettesben, és akkor így megtaláltuk a közös hangot. Hát a basszusgitáros. Azt nem ismertem, de nagyon jó vele. Meg beszélgettünk is, el vagyunk. Megnézed, milyen kocsit akarok benni? Hát persze. Elmegyek egy pár koncertre, muzsikálásba összegyűjtök rá simán. Baromi. Négyünk a Cérna, a Dani, meg a Géza, így mi ismertük is egymást így régebbről. Mi már ezt megbeszéltük az elején, interneten keresztül, hogy találkozunk meg ilyenek. Felkerestem így a Facebookon, találtam meg, mert tudtam, hogy ő is jön, és akkor megbeszéltük, hogy találkozunk. Próbáljuk meg azt, hogy beszálljunk, tehát az lenne a nagyon fontos, hogy lassítva mondom, tehát lassabban mondhatom, hogy 1, 2, 3, 4. Amikor az ember fönn van a színpadon, és az összes többi ember, aki ott van körülötte, abban mindegyikben tud bízni. Ez egy olyan szintű kötődés emberileg, hogy ezt nagyon nehéz elmondani annak, aki nem zenél. Jó lesz a csapat. Egy jó dal az egyetlen egy akusztikus gitárral is eljátszható. A többi már a hangszerelés kérdés, hogy 12 fő hogyan tudja úgy bemutatni ezt a dalt, hogy egymás segítsék az energiák, és ez a dal az erejét ugyanúgy megtartsa, sőt, ezek a sok energia összeadásával egy magasabb szintre emelje. Hozzám ez a hangszerelés még egy kicsit közelebb is áll, mert főleg én sok ilyen román zenét játszok mostanában, és itt most ez úgy néz ki, hogy meg fog szólalni. Na, van cimbalum, van szintetizátoros, nagyon jó gitárosok, basszusgitár, úgyhogy két szaxofon szerintem elég jó lesz, én nagyon várom. Nagy része megvolt, viszont azt kellett átgondolnom, hogy kinek milyen szerepet adok benne. Írt nekem egy dalt, és azt próbálgattuk. Nekem nagyon tetszik, szerintem jó lesz. Egy eléggé személyes munka, és egy elég nehéz munka, mert most is folyamatban van az, hogy én is megismerem őket. Másfelől egyébként valamiért ezek a dolgok már az elején megszületnek. Amikor először valakit hallasz játszani, körülbelül már érzed. Ráérzed, ezt nehéz elmagyarázni másképp, de ráérzed, hogy mi az ereje, és akkor valahogy az szövöd bele az ilyen hangszerelésbe. Ez a formáció szerintem ez nagyon jó. Két szaxofon. Igazából nekem ez nagyon nagy steig. Már így mondják köztünk szóval ezt. Tegnap meghallgattuk a cimbal most a gitárosok, a basszusgitáros, a bőgés. Hát nagyon jó, mindegy, tényleg. A dobos, az lenyűgöző az is. Nagyon figyelünk egymásra, beleéljük magunkat, jó, nagyon. Fantasztikus hangja van. Meghallom és kiráz a hírek, tényleg nagyon jó. Majd ezt egyébként úgy van, hogy ennek a dallamnak csak a vázát mutattam meg, aztán utána nyugodtan majd, ha úgy érzitek, hogy másfele hajlítanátok, hogy vinnétek a dallamot ösztönösen,
ilyen improvizatívszerűen nyugodtan toljátok. Ez a tiétek, ez a dolog, lakjátok be, mint egy ilyen lakás. Mind a kettőnek nagyon jó hangú, nagyon tehetséges is. Szerintem nagyon jó egy zenekarban, egy fiú énekes is van, meg egy nő énekes is. Abban a percben, mikor megláttalak téged, úgy éreztem, eljött az a lány, kit kerestem. De tudom jól, hogy ez nem csak egy álom, hisz nálad szebbet nem láttam e világon. A lány is teljesen más világból jött, a fiú is, de viszont együtt nagyon jól fognak alkotni. Még nem tudom, hogy mit pontosan, de eddig úgy néz ki, hogy nagyon jót. Buta kis játék, hazudok és elhiszed. Önző kis játék, anya szívem mély pokolra viszed. Pedig érzed, hogy te vagy a minden, de félek semmi veszem. De csak rejtem, mert nem is hiszem még talán, hogy ez jár, csoda vár rám. Valóban nagyon különbözőek az emberek, de az igazság, hogy itt az van, hogyha valakinek ilyen közeli viszonya van a zenével, akkor igazából ezek a fajta különbségek, ezek nem látszódnak egyáltalán. Ennek húznia kell, ugyan az ennek a tempó, az végig húznia kell, mint az atom, stán zene. Rengeteg különböző helyről különböző zenész jött itt össze, és nagyon izgalmas a sok különböző világot így összehozni. Mindenki más hozott magával. Mindenki máshonnan jött, mások a szokások, mindenhol szerintem. És így, ez így egybe fog menni ez az egész. És ebből szerintem egy jó dolog fog kisülni. Mesélünk, hogy ott mi a hagyomány nálunk mi, és akkor a zenében is egy több stílus, és akkor tudunk egymástól tanulni. Azok az emberek, akik egyébként a saját zenei környezetükben, tehát amikor fölvettük őket egyedül, vagy a kis családjával, vagy nem tudom, a saját zenekarával, akkor az a magabiztos és jogosan magabiztos zenész, az itt átalakul, és látszik, hogy most az első lépéseket félreteszi meg. Megmondom őszintén, hogy hihetetlen sok félelmem volt már az elejétől kezdve is, hogy ez valóban megvalósítható-e. Onnantól kezdve, hogy kamera jött velünk, a projekt elindult. És ez egy hihetetlen nagy nyomás volt nekem, mert egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy találunk olyan zenészeket, nem csak mondjuk zeneileg elég jókat, hanem mondjuk személyiségben is olyanokat, akikkel tudunk közösségben dolgozni. És azt kell mondjam, hogy ez egy óriási reveláció volt így a végén, amikor azt láttam, hogy igen, megvan a zenekar. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen jó lesz. Szerintem szórakozás is. Tudom, hogy lehetek valaki. Így. Szuper lesz. És aztán utána azt a pontot, amikor ők egymással találkoznak, és aztán elkezdik egymást szeretni, és elkezdik egymást becsülni. Szerintem ez ennél többet nem akarhatunk egy ilyen projektnél.